olvasólámpa. Tudják, hogy ilyenkor, ha rábukkanunk egy-egy érdekes könyvre, vagy egy érdekes témára, akkor rögtön azt szeretnénk, hogy önökkel is megéreztessük annak a könyvnek a levegőjét, vagy éppen a fontosságát. Ezt fogjuk ma is tenni, könyvünk címe A mennyország szeletei. És hogy beszélgetni tudjunk, természetesen meghívtuk stúdiónkba az írónőt, Horváth Andreát, szeretettel köszöntöm. Köszönöm szépen. És meghívtuk azt a kiadót, aki viszont vállalta, hogy ezt az írást gyönyörű ruhába önti, úgyhogy szeretettel köszöntöm Kemény Andrást, aki a Papyrus Book kiadónak a vezetője. Andrea, engedd meg, hogy először hozzád forduljak, és engedd meg, hogy tegezzelek, köszönöm, mert tulajdonképpen az a téma, amit te választottál, az pontosan arról szól, hogy mennyire tudunk egymással a társadalomban, az emberek között közlekedni. Pontosan. A mennyország szeletei. Egy picit, ha megmondanád, hogy miért pont ez a címe? Már is mondom, egy Ósó nevű indiai bölcs és írónak volt egy olyan mondása, hogy mondd meg, milyen mennyországot képzelsz el magadnak, és megmondom, hogy ki vagy. És Ósó tanítványai annyiféle választ adtak, hogy Ósó a fejéhez kapta a kezét, és azt mondta, hogy ezek szerint a mennyországnak szeletei vannak. Különböző mennyország részekbe érezzük jól magunkat. A könyvemnek az alapgondolata tulajdonképpen a másság elfogadása. Az embereket ezekkel a különböző mennyország szeletekkel, különböző üvegfalak választják el egymástól. Vannak olyan üvegfalak, amelyik átjárhatóak, tehát el tudjuk egymás másságát fogadni, tolerálni, összeolvasztani azt a két világot, mert minden emberi lény egy külön világ, de van olyan, ami nem átjárható. Ez lehet akár gondolkodás, mentalitás, kultúra, bármiféle különbözőség. A lényeg az, hogyha ez a üvegfal, ez a mennyország szelet nem átjárható, akkor ne bántsuk egymást. Nézzük a másik ember másságát tisztelettel. Fogjuk fel úgy, hogy megismertük, gazdagabbak lettünk, szebb lett a világ, szélesebb lett a látókörünk, de ne piszkáljuk, ne bántsuk, és főleg ne gyűlölködjünk. Hát nagyon-nagyon aktuális maga a téma, hiszen amióta csak történelem van, ha valaki más bőrszínű volt, így más van, nyelven beszélt, pontosan, mást akart, akkor pontosan, az volt az első, hogy te rossz vagy. Pontosan. Ne beszéljünk tulajdonképpen a vallásokról, így amik van, nagyon sok azt tiltja, hogy akár a másikkal, pontosan, csak közeledjél is. Pontosan. És a mai világban pedig pontosan itt a migráció kapcsán, igen, megint nagyon nehéz, pontosan, a dolog. De pontosan az az érdekessége a könyvnek, hogy azért nem azt mondod, hogy mindenki mindenkivel egy olvasztó tégelyben keverjük össze, nem, és majd kijön belőle valami. Az hanem, lehetetlen, hanem tisztelettel fogadjuk el a másik másságát. Nem tudok az XY-nak a világába élni, de ez nem azt jelenti, hogy ő vagy én rosszabb vagy jobb. Egyformák, illetve nem egyformák, egyenlőek vagyunk. Te így szereted az életet, ez a kultúrát, én úgy szeretem, de tiszteljük egymást. Tehát nézzünk át egymás üvegfalain tisztelettel, elfogadással, szeretettel, de ez nem az jelenti, hogy a másik világába tudnék élni. Uh-huh. Tehát mondjuk a hagyományok, amik például, géneken keresztül például, egy-egy nemzetben, vagy egy-egy embertípusban. Például eltérő közegben a lélekrészecskék másképp fejlődnek. Tehát az, hogy valakinek más a bőrszíne, a vallása, a hite, az nem azt jelenti, hogy én vagy ő jobbak vagy rosszabb, egyikünk se. A világ ettől szép, hogy különbözőek vagyunk. Nagyon sok szín belefér. Mielőtt tovább boncolgatnánk, hogy mi mindenről is szól ez a könyv, kíváncsi lennék, hogy egy kiadó miért pont ezt a könyvet adja ki? Hogy válogatott? Hát én 45 éve vagyok a könyvszakmában, 20. éve van a Papyrus Book kiadóm, ami az én szerelmetes játékomnak indult, de most már hivatásnak érzem. És a helyzet az, hogy itt nekünk nagyon együtt kellett működnünk, mert nem vagyok tőkeerős kiadó, és akkor nagyon szolidan fogalmaztam, tehát ez is egy szoros együttműködés volt az Andrea részéről, aminek nagyon örültem. Ő keresett meg, és én nagyon megörültem, mert amikor elolvastam a kéziratát, akkor nagyon sok
hang szólalt meg bennem, hogy ez nagyon közel áll hozzám. Uh-huh. Aztán beszélgetéseink során kiderült, hogy az ő életfelfogása a hétköznapi élet tekintetében is nagyon hasonlít az enyémhez, legalábbis úgy érezem, leginkább a kutya szeretete, az az egész mentalitás, amivel a világot szemléli, a nyitottsága, tehát egymásra tudtunk hangolódni, tehát nekem ez egy öröm volt, mert olyan szerzővel dolgozni, akivel megtaláljuk a hangot, az nagyszerű, mert egy régi-régi nagyon kedves könyvkiadós mentorom mondta nekem, hogy András, csak magyar szerzővel ne, mármint élő magyar szerzővel ne, hát ő az élő példa, az a kivétel, ami gyengíti a szabályt. Tehát ő talált rám, én meg nagyon megörültem ennek a dolognak, és nagy örömmel hoztam létre a csapatommal, mert hát itt tördelés, meg nyomda, meg korrektor, meg minden. Nagyon egyéb. Szép, nagyon jó kézbe fogni. Pontosan olyan méret, hogy akár a metrón begubodzva is egy kicsit lehet belőle olvasni, vagy bárhol, szinte egy zsebbe belefér. Mennyire olyan ez, mint egy regény, vagy mennyire olyan, mint egy lexikon, vagy inkább egy tudástár? Egyik se, ez egy kicsit egy szociológus barátom véleménye szerint önéletrajzzal kevert szociográfia. Mert látom, hogy kis rövid részek vannak benne. Az én spirituális útam, én nagyon sok, hogy egy másság irányába elkezdtem foglalkozni, fordulni. Az életem nagyon sok ilyen vágányra vezetett. Intézeti nevelőtanár voltam, nagyon hosszú ideig tanár Asztrológus voltam. Asztrológiát is végeztem, de hosszú ideig, mielőtt magánpraxisom lett, intézeti nevelőtanár voltam, és roma származású osztályba tanítottam, és imádtam őket. Tehát akkor nagyon és közel álltál ahhoz, hogy... Roma származású gyereket fogadtam örökbe, amit országvilág előtt büszkén vállalok, és a legcsodálatosabb anya-lánya kapcsolat van közöttünk. Utána egy ideig bűnügyi újságíró voltam, börtönbe dolgoztam, hajléktalan szállón dolgoztam, tehát a másságnak ezerféle arcát volt módon megismerni. Írói praxisom során a szektákról írtam könyvet, tehát a vallási másságba sikerült ott belepillantanom, és ennek a hosszú részben, spirituális részben érdekes útnak a konklúziója ez a könyv, azt kidomborítva, hogy bemutatva a másság arcait, de ne bántással mutassuk be a másság arcait. Tehát nem csak a saját tapasztalatot, hanem egy kis segítség Igen. is az olvasónak, hogy Igen. mit is kezdjünk Igen. ezzel mit a témával? Mit is kezdjünk ezzel, tehát járunk a könyvbe, szektákba járunk, cigánytelepen, járunk kommunába, tehát az én utamon keresztül mutatom be ezeket a különböző egymásnak eltérő világokat. Az alcíme Tabuk, hitek, szerelmek, Igen. a másság arcai. A másság arcai, a szexuális másságot is nagyon sokan támadják, teljesen igazságtalanul. Tehát úgy érted? Ha például a saját neméhez van, én nem, de sok homoszexuális barátom volt, és jelenleg is van, akik rengeteg igazságtalan üldöztetést szenvednek el a másságuk miatt. És ezt én borzasztó igazságtalannak tartom. Körülbelül olyan igazságtalan, mintha valakit a vallása vagy a bőrszíne miatt üldözünk. Hát ha már a vallásnál tartunk, te buddhista lettél. Én buddhista vagyok, igen. Mit akar ez a vallás? Miért lettél az? Én nagyon régen, én még a rendszerváltás előtt találkoztam a buddhizmussal. A rendszerváltás előtt asztrológiát Magyarországon nagyon bonyolult volt tanulni. A buddhista misszió keretein belül akkor létezett a Kőrösi Csoma Sándor nevű buddhológiai intézet, ahol legális formában tanítottak asztrológiát. Én még a rendszerváltás előtt ebbe az intézetbe végeztem el az asztrológiát, tehát korán megérintett a buddhizmus. Toleranciát, elfogadást, ezt tanítjuk és hirdetjük. Azt, hogy semmi nem állandó, az élet változásból áll, és ne ártsunk se állatnak, se embernek. Tehát igyekezzünk minden érző lény javára lenni, amennyire tudunk és képesek vagyunk. Említetted Osót, de foglalkoztál más tanítóval, filozófussal, vagy bárkivel? Mennyire képzed magad? Állandóan. Könyvmoly vagyok, író vagyok, és könyvmoly vagyok. Tehát. Hány és könyved jelent neked? 22. Azért mondom, 20 kicsit a számolásra zavarba vagyok, mert van, ami második kiadást is megélt. És olyan 20 körül mondjuk. És a témák?
A témák elsősorban nekem spiritualitás, tehát asztrológia, lélekvándorlás, angyalvilág, tehát spiritualitás. Az első könyvem, ami világot látott pont a rendszerváltás évében, 89-90-ben a nevelőotthonoknak a világa, a nevelőotthoni gyerekeknek az élete. Utána a börtönbe eltöltött, bűnügyi újságíróként eltöltött 7 évem termékeként börtönkönyvet is írtam. A szektákról írtam egy riportkönyvet, de a többség az mondom asztrológia, spiritualitás, lélekvándorlás, ilyesmi. Ez tényleg nagyon sok, egy ilyen rövid műsorban nem tudunk mindenről beszélni, de úgy tudom, hogy a Facebook az nektek is egy kedvenc terület, ahol meg lehet jelenni. Igen. Hogy jelensz meg? Horváth Andrea a szerző, így vagyok a Facebookon. Tehát a szerző a lényeg. A szerző a lényeg, már Horváth Andrea ebben az országban 1000 vagy 10 000 van, de Horváth Andrea a szerző csak egy. És a kiadó, ő mit tart egy Facebook oldalról? Úgy érzem, egyre inkább sok megért tavasz után, hogy azért ez egy jó dolog. Uh-huh. Ez egy jó dolog. Fiatalok persze sokkal dinamikusabban és klasszabbul csinálják, mint az én korombeliek, de nagyon fontosnak tartom magam is. Nekem is van egy Facebook oldalam, Papyrusbook kiadó, fiam készítette, és örülök, hogy ott föl lehetek, és próbálok élni a lehetőségeivel, jelesül nem ülhetnék most itt az Andrea. Hát igen, a nagy találkozások színtere. Egy helye. Pár mondatban, van-e valami nehézség, amikor egy könyvet kiadunk, tehát hogy milyen legyen a címlap, ki dönti el, ki tervezi, beleszólhat-e ugye a kortárs szerző? Természetesen. Ez abban az esetben is így lenne, hogyha én finanszíroznék mindent, tehát az én régi klasszikus kiadói attitűd mentén tenném a dolgot, persze abba beletartozna honorárium, meg egyebek, és ez a mai világ sajnos már messze nem erről szól. Természetesen közös munka. Közös munka, közösen kitaláltuk, igen, hogy nagyjából mi, igen, legyen a borító, és a tördelőn meg szépen megvalósította. Jelesül, nem titok, hát a netről vette le az alapmotívumot, de minden közös, már ami a formátum, a borító, természetes dolog, hogy vannak olyan kiadói területek, hogy a szerkesztés, a korrektúra, hát az megy a maga menetében, de nekem mindig is ez volt a mániám, hogy csak együtt lehet, mert egyedül nem megy. És jó érzés, hogyha megtalálja az ember a partnerrel, a szerzővel a hangot, szárnyalni lehet olyan. Így igaz. Andrea, hogyha lehetne, lesznek ebből esetleg közönség találkozók, hogy kíváncsi vagy-e a közönség véleményére? Kíváncsi vagyok a közönség véleményére, de azt hozzá kell tennem, hogy én olyan tipikus zárkózott, magányvágyos, hegyi tanyás írónő vagyok. Uh-huh. Én az írásnak azt a fázisát szeretem, amikor otthon vagyok, csend van, vidéken élek, két gyönyörű ősfenyő társaságába, és amikor éjszaka van, és küzdök a fejezetekkel, és reggelre kész lesz, tehát én nem annyira a média világába érzem jól magam. Tehát és akkor útjára bocsájtod a gyermeked? Jó, egy-egyre belemegyek, csak ilyen rendszeres média szereplést nem majd szeretnék. Majd én belerámadom. Én meg ebben összefogom. Ő meg szereti. Az a jó, igen, hogyha igen, erősíteni, igen, tudjátok középúton egymást. Középúton találkozunk. Ez a mi másságunk. Ő szereti a nyüzsgést, én a magányt, és középúton egyeztetünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és önöknek azt tudom mondani, ha mégis szeretnének a már elolvasott könyvről véleményt mondani, vagy kérdéseik lennének, akkor ezt tudják megtenni majd a Facebookon, mert hiszen az még a két fenyő társaságában is ott lehet. Természetesen örömmel várom. Nagyon kedves olvasói levélre válaszolok. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy mi itt voltak, szépen, és önöknek pedig jó olvasgatást kívánok a Mennyország szeletei. Érdemes megnézni, és talán esetleg azt is eldönteni, hogy vajon a mi saját mennyországunk, az vajon milyen is lenne. Köszönöm nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.